Jó reggelt kívánok mindnyájuknak, hölgyeim és uraim! Amíg ez a kerék pörög, addig bizony valaki mindig gazdagon távozik a stúdióból. Na de filozófikus magaslatokban nem törnék, inkább elárulom, hogy pontosan mennyi a nyeremény alapunk a mai reggelen. 1.285.000 forint. Ez jár a legnagyobb kipörgetett nyerőszámért, de ugye tudják, hogy továbbra is szabályaink között van az, hogy akár felezővel, vagy akár duplázóval is végződhet a játék, hogy hogy alakul, természetesen majd kiderül. Ismerkedjünk meg mai három stúdió játékosunkkal, akiket a múlt héten sorsoltunk. Itt van velünk Mária, Károly és Lídia. Jó reggelt kívánok mindnyájuknak! Nos hát, fontos tudniuk, hogy duplázni csak egy nagyon jó csillagjegy tippel lehet. Mária, milyen csillagjegyel játszik? Nyilas. A nyilast választotta, szuper Károly. A mérleg. A mérleget, Lídia pedig? Vízöntő. A vízöntőt. Máriája, az első lehetőség, parancsolja, már is pöröghet a kerék. Saját csillagjegye a nyilas? Igen. Na nézzük, békeszerető. Kimondottan békeszerető. Gondolom ez így van. Rendben. A három fordulatot megtette a kerék, tehát a stúdiójáték szabályainak megfeleltünk. Már csak az a kérdés, hogy milyen számot pörgetett ki Mária. A 71-es és az oroszlán. Nagyon jó kezdés. Eddig nem mondtam, összesen 90 szám van a keréken, tehát Károlynak a 71 és a 90 közé kéne pörgetnie ezt a kis sárga labdát, parancsoljon már is. Önné a lehetőség. Menjen kedves, álljon vissza a helyére, hadd lássa mindenki, hogy mit pörgetett, hiszen bizony nem kevés pénz a tét. Na nézzük, a 71-esnél sikerül-e? Nagyobbat pörgetnie, sikerül-e átvennie a vezetést? Az ikrek és a 27-es. Eddig tehát nem, még Mária vezet, Lídia fogja eldönteni a játékot, parancsoljon! Egy határozott pörgetéssel akár nyerhet is. Ügyes, legyen kedves, ön is álljon vissza a helyére. És akkor kiderül, hogy ki és mennyit nyer, hiszen ugye Lídiának még nem csak hogy a nyerésre, de a duplázásra is megvan az esélye. Ehhez egy nagyon-nagyon jó pörgetés kell, egy a 71-nél nagyobb szám, de be sem fejezem. A 42-es és a nyilas. A szokásos tart cél, győzelem, Mária, gondolom ennek nagyon örül. Gratulálok, 1.285.000 forint. Remélem nagyon boldog tulajdonosa. Tudja már, hogy mire fogja költeni az összeget? Hát van négy unokám, úgyhogy lesz helye. Egy család, közelek, igen. Karácsony. Igen. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Másik két játékosunk se szomorkodjon, 50.000 forintot önök is nyertek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Kedves nézők, és hogyha már sorsolás, akkor derüljön ki, hogy kikkel játszunk a jövő héten. Sorsolási bizottságunk elnöke itt van velem, segíteni is fog nekem. Sári, jó reggelt, szia! Jó reggelt, mindenkinek jó reggelt kívánok. Szerintem kezdjünk is bele, jó? Jó. Ahogy mondtam, tehát ő segít nekem egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy itt legyen, hiszen csak ő hitelesítheti pontosan a pályázati lapokat. Nézzük ki az első. Marton Csaba, budapesti játékosunk. Igen. Pályázati lap pedig érvényes, szuper. Én nagyon boldogan konstatálom, hogy azért a néhány hónapja elkezdett felhívásom kezd beérni, már csak ezért is, mert ez is nagyon jól olvasható, Katona Jánosné kalocsai játékosunk. Igen. Viszont a születési évhez annyi van odaírva csak, hogy 72, ez elége? Nem. Ez sajnos nem. Ezért mondom, hogy mindig tessék pontosan kitölteni a pályázati lapokat, tehát ezt a pályázati lapot kizártuk, így még egyet húzunk, a második stúdió játékos neve következik most. Na de hogy ki ő? Ez kiderül. Folyton elmondom, hogy tessék olvashatóan és pontosan kitölteni a pályázati lapokat. Miklós Gabriella, Irén Békés Csabai játékosunk. Tökéletes, igaz? Így van. Szuper. Neki is gratulálunk, és ő ki is kimondottan szépen ért. Ennek örülök. Na lássuk ki a harmadik stúdiójátékos a jövő hétre. Báncs Tibor, Ózdi játékosunk. Így van. Szuper. Három név, tehát már megvan, három stúdiójátékosunk neve már biztos. Most azonban még jön két név, a két tartalék játékos. Ahogy hétről hétre, most is. Jelcs Ferencné, miskolci játékosunk. Igen. Ő az első tartalék, és lássuk ki a második. Ő nem más, mint Marton Csaba Budapestről. Gratulálunk neki is. Sorsolási bizottságunk azonban jelezte nekem, hogy ez a Marton Csaba nevű játékosunk pontosan az, akit kisorsoltunk már
az első számú stúdiójátékosnak, az adatai megegyeznek, ezért sorsolunk még egyet, igaz? Így van. Csaba szerencsés volt, egyébként ugye több pályázati lappal is lehet pályázni, ezzel nincs probléma, de kisorsolni csak egyszer sorsolhatjuk ki. Tehát akkor jöjjön még egy tartalékjátékos, jól nézzük meg a nevét. Maklári Gyuláné, kisvárdai játékosok, igen. Ő tehát a második tartalék. A képernyőn pedig már is láthatják a kisorsolt neveket, őket szeretettel várjuk jövő héten ide a stúdióba, amikor is több mint 1,5 millió forint kerül majd játékba. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra!